Leállította az örökbefogadást a debreceni állatmenhely, mert sokan menhelyi kutyákkal kerülnék el a kiárási tilalmat. A dolgozók attól tartanak, hogy a legtöbb állat a korlátozások feloldása után visszakerülne hozzájuk. Utána jártunk, hogy Nagykanizsán vannak-e hasonló esetek. Tavasszal és nyáron mindig nagyobb az örökbefogadási kedv, mint az őszi és téli hónapokban, és a vírus miatti korlátozások hatására sem érzékeltek változást a korábbi évekhez képest, mondta stábunknak a helyi állatmenhely helytelebb vezetője. Skanec Tamás azt is hozzátette, próbálják kiszűrni azokat, akik komolytalan gazdi jelöltek. Egyébként nem látják értelmét ennek az örökbefogadási jelenségnek, hiszen minden zárva tart este 8-tól 5-ig, és a lakhely 500 méteres körzeténél távolabb Kutyával sem lehet sétálni. Eddig ilyen megkeresés nem érkezett hozzánk, sem röbefogadótól, sem egyáltalán érdeklődőtől, hogy kimondottan csak ezért szeretne kutyát örökbefogadni. Sok értelmét nem is, nem is látjuk ennek, hiszen este nyolctól reggelőtig sok mindent az utcán nem tudnak kezdeni a kutyával, és minden záróan. van. Ha esetleg ilyen megkeresés is érkezik, és kimondottan csak ezzel a szándékkal, akkor ő természetesen nem tud kutyát örökbefogadni tőlünk. Elő, illetve utókontroll is van, tehát igyekszünk felmérni azt, hogy ki milyen szándékkal érkezik hozzánk.